Üdvözlöm a kedves nézőket! Igen, évet értékelünk. Itt a reggeli pirkadon a heti TV politikai magazin műsorában megpróbáljuk a Fidesz szóvivőjével átnézni, mi is történt 2017-ben és mi várán 2018-ban. Mik voltak a kiemelkedő csúcsok, vagy mik voltak a kiemelkedően rossz döntések, vagy a melléhúzások. Mindehez persze tudnunk kell, hogy hogy van. Jó helyet kívánok, tiszteltek, köszöntöm a nézőket is. Köszönöm szépen, jól. Fölkészülve a nagy pihenésre. Nagy pihenésről azért nem lesz szó, mert még az is lehet, hogy ebben az évben nem ez az utolsó munkanapom. Mi természetesen majd 28-a körül boldogan visszavárjuk a két ünnep között, és akkor essünk neki. 2017-ben a Fidesz és a KDMP szövetségének mi voltak a legkiemelkedőbb élményei? Ha szabad, akkor tekintettel arra, hogy itt a kormányzó pártokról beszélünk, azért érdemesebb ezt abból a nézőpontból szemlélni, hogy... Mint ahogy ezt hogy a milyen, nézőpont hogy is milyen, mondja, hogy, milyen, hogy milyen 51 vannak. Milyen állapotban Magyarország, hiszen bízunk benne, hogy a kormánynak a működése az elősegítette azt, hogy, hogy Magyarország előrébb lépjen, és hogyha azt kellene nagyon röviden összefoglalni, hogy mi jellemzi Magyarország 2017-es viszonyait, akkor én azt gondolom, hogy azt mondhatjuk, hogy Magyarország egy biztonságos ország, és Magyarország bizonyos értelemben biztonságosabb ország a családok, az emberek számára, mint volt korábban. Hogy egy kicsit erről részletesebben. A biztonság általában azt értjük, hogy, hogy egyfajta fizikai biztonság, úgy érezzük magunkat, hogy, hogy nem fenyeget bennünket valamiféle veszély, és a tekintetben látjuk azokat a statisztikákat, amik arról szólnak, hogy a, a világ egyik legbiztonságosabb ország a Magyarország, és én azt remélem, hogy mindannyian, akik itt élünk, ezt így a bőrünkön is így érezzük. Én és ezt az az csak kezdeni, mondjuk azt, hogy európai szemmel nézve, Kelet-Közép-Európában a legbiztonságosabb. Ja, szerintem mondhatjuk azt, és akkor a körbe, körbe tekintünk a világba, akkor szerintem olyan nagyon nevis bátor állítás ez, hogy valóban Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb uh, országa. Uh, de amikor biztonságról beszélünk, akkor nem csak ez a biztonság. A biztonsági érzetünknek nem csak ez az összetevője, hanem a tekintetben is kérdés, hogy egzisztenciálisan milyen állapotban vagyunk. Biztonsági a érzet az, amikor van Ausztriából idejönnek hétvégére a zsinagógába, vagy keresztény ismerőseim átjönnek hétvégén vasárnap, és azt mondják, hogy nem a Stefán Domba imádkoznak, mennek misére, hanem a Bazilikába, mert tele van a hócipőjük. Az, a, hogy most már a Stefán Domnál is biztonsági emberek, látható biztonsági emberek, akkor, a, akkor az első állításomat ez az életből nyert példa megerősítette. És a másik állításom a biztonsággal kapcsolatban az, hogy az embereknek az is fontos, hogy egzisztenciális értelemben biztonságban érzik magukat. Úgy érezzék, hogy a munkájuk biztonságban van, vagy ha munkát kell keresni, akkor hamarosan találnak is. Az a jövedelem, amiből gazdálkodniuk kell, az lehetőleg évről évre több legyen, és hogyha ezt a biztonságot nézzük, akkor is azt mondhatjuk, hogy Magyarország ma egy biztonságosabb ország a családok számára, az emberek számára, mint volt korábban, hiszen látjuk, hogy soha nem dolgoztak a rendszerváltás óta annyian, mint ma. 2010-hez képest 736 ezerrel több ember dolgozik, mint, mint abban az évben. Vagy ha csak azt nézzük, hogy a reál jövedelmek, az átlagos reál jövedelmek a tavalyi évhez képest több mint 10%-kal nőttek akkor ez az állítás is igaz, mi szerint az emberek egzisztenciális értelemben is biztonságosabban, nagyobb biztonságban érzik magukat, mint Na, azért korábban. még vannak szegények, és, és vannak, akik még nem találtak munkát, és vannak olyan vállalkozók, akik nem találnak munkaerőt. Az egészen biztos, hogy mindig vannak olyan kihívások, amelyre választ kell adni, amelyre megoldásokat kell találni, de ha most a szegénységről van szó, akkor én azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos kérdés, hogy legalább a gyerekekről, minden gyerekről tudjunk gondoskodni, minden gyereknek jusson minden nap meleg étel, és azzal, hogy a kormány erről is gondoskodik, hiszen megteremtette annak az anyagi feltételeit, hogy minden olyan család, amelyik jelzi, hogy akár még a szünetben is szüksége van arra, hogy a gyerek étkezést kapjon, akkor ezt, ezt megoldják. Minden településen az önkormányzatok forrásra rendelkeznek arra, hogy ezt megoldják. Tehát ilyen értelemben azokról is gondoskodunk, akik a legelesettebb helyzetben vannak. Ugye az a kérdés, hogy mennyi most már a munkaerő, és nagyon sokáig azzal küzdöttünk, hogy sok ember keresett munkát és nem talált, ugye ez amikor a munkanélküliség Most a, a probléma. Most van. pedig valóban sok olyan ágazat van Magyarországon, amelyben éppenséggel keresik a munkaerőt. De Természetesen hát ez szakképzett munkaerő hiányzik, mert a környékünkön vagy külföldön sokkal jobban meg tudják fizetni őket. Hát egyrészt, amikor csatlakozunk az Európai Unióhoz, szerintem mindenki emlékszik rá, hogy akkor ezt egy kifejezetten egy értékként éltük meg, meg úgy is gondoltuk, meg talán az Európai Uniónak az egyik fontos, fontos Igen, vívmánya a munkaerő szabad áramlás, de ez uh, meg úgy néz ki, mint hogy ez agylopás lenne. Hisz Ugye ennek megvan a nyilvánvalóan, amikor, képzünk, amikor, ez a, ez szakembereket Az képzünk. Európai Uniónak, mint egy fontos pillére létrejött, akkor azok, akik a, a, Európának a mondjuk gazdagabbik felén voltak, valószínűleg ők pontosan tudták, hogy ez nekik nagyon jó lesz, mert hogy igen, el lehet majd cippantani a munkaerőt Közép-Európából és annak keleti feléből. A mi országaink pedig örültek annak, hogy majd lehet magasabb jövedelemre szertenni, vagy esetleg valamiféle tudást megszerezni Európa nyugati felén. Tehát nyilvánvalóan bizonyos vívmányok, bizonyos előnyök járnak, látjuk hátrányokkal. Egy társadalom számára azzal a hátrányal, hogy akár a munka Erő az bizony kifut az országból. ez ellen Magyarország betartva az Európai Uniós értékeket, vívmányokat nyilván úgy tud tenni, hogy évről évre próbáljuk a munkárát növelni, a munkajövedelmeket növelni. Ezért is mondtam azt, hogy például 10%-kal nőtt a reál jövedelmeknek az értéke tavalyhoz képest, és ezért is jött létre egy hat évre szóló megállapodás a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány bevonásával, ami arról szól, hogy a kormány azzal tudja segíteni a munkáltatókat, hogy ők tudják növelni a béreket, hogy megemeli a minimálbért, megemeli a szakmunkás minimálbért, másrésztről pedig igyekszik csökkenteni a munkát terhelő adókat, járulékokat. Ez így történik, jövőre is csökkennek ezek a terhek, és a következő években megvan ennek az ütemezése, hogy ez hogyan történik. Tehát ilyen értelemben a felzárkózás, a bérek felzárkóztatása az folyamatosan zajlik. sikerült a kormánynak azon programot végrehajtani, miszerint a külföldre távozottak hazacsalogatása, hogy ilyen ja, a, a hazacsalogatásnak, a... haza mint az, el, az, az, elmenetel, az elmenetelnek vélhetően elsőben egzisztenciális okai vannak. Tehát azok, akik külföldön kerestek munkát, és ma valahol Nyugat-Európában dolgoznak, akár Ausztriától Nagy-Britanniáig, azok azért mentek el, mert többet szeretnének keresni. Az a legmegfelelőbb módja a hazacsalogatásnak az egyrészt, hogyha növekednek Magyarországon a bérek, és erre mindent megtesz a kormány, amit a lehetőségei, és amit a, egy kormánynak a mozgástere kínál, amit elmondtam. A másrészt, meg mindazok a családtámogatási Lépések, amelyek a. A kormány áll abból, hogy támogatjuk, hogy a család otthon tudjon magának teremteni, támogatjuk azzal, hogy a gyerekek után nagyon komoly adójöved, adó kedvezményeket biztosítunk, tehát mindezek a lépések nyilván azt szolgálják, hogy az emberek a saját egzisztenciális helyzetükben amikor döntést hoznak arról, hogy hogyan is próbálják megteremteni a család biztonságát, akkor azt mondják, hogy nekünk mégiscsak itthon maradni jobb, és ebben persze egy fontos tényező lehet a biztonság, abban az értelemben a biztonság kérdése, amiről az első gondolatunk volt, hogy az ember hol érzi azt, hogy itt nem történhet velem rossz. Tehát feketén benne, fehéren hogy nincs szemmel. olyan statisztikai adata, hogy hány fiatal pár gyerekkel együtt költözött haza, és a kormány indított egy külön programot erre. A... Azt látjuk, lehet, hogy a azt, azt, látjuk, nem, 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 azt látjuk, hogy a kifelé áramlás az, az csökkent, lassult. az lassult. Tehát lassult. ilyen értelemben Hogyha mindazok az intézkedések, amelyek történnek, és amelynek az eredményeit látjuk, és azért sorolhatjuk kellő szerénységgel, az egyértelműen mutatja, hogy az itthon maradás az most már egy nagyon komoly lehetőség. Nagyon sokan úgy érzik, hogy meg tudják azt az egzisztenciát teremteni maguk és a családjuk számára, ami kizárja, vagy érdektelenné teszi azt, hogy ők külföldön próbáljanak munkát találni. Nyilván, akik már valamiféle létet teremtettek, talán még akár családot is alapítottak Nyugat-Európában. Az ő hazatérésük az, az már egy nehezebb döntés, de én nagyon bízom abban, hogy elérkezik Magyarország majd abba az állapotba, gazdaság értelemben, a biztonság, mint ö, nagyon fontos szempont értelmében is, ö, hogy még azok is. Meggondolják magukat, és hazajöjjenek, akik most már nagyon erős gyökereket eresztettek nekünk. 2017-ben az 1 magyar állampolgár is letette az esküt. Mit tud erről ez, egy, ez egy nagyon-nagyon fontos, szimbolikus nemzetpolitikai cél is volt az, hogy megteremtsük a kettős állampolgárságnak a lehetőségét, ugye a, a, a felálló 2010-ben felálló parlamentnek ezek az első intézkedései között volt ez a kettős állampolgárságnak a, a megteremtése és ennek a rendszerének a könnyítése, és akkor is azt reméltük, hogy elérkezünk egyszer oda, hogy meg lesz az egymillomodik új magyar állampolgár, és ezt ebben az évben néhány Ezek az, az állampolgárok tulajdonképpen a történelmi Magyarország területéről érkeznek. Ezek, ezek, a, ezek a magyar állampolgárok a világ minden tájáról. Nyilván a, a legtöbben a kárpát medencében élnek ezek a, ezek az új magyar állampolgárok, és ők azok, akiknek a családja nem mozdult el ugye az elmúlt száz évben, esetleg abból a városból vagy faluból, ahol, ahol éltek, és mégis az állampolgárságuk változott, és, és most joggal élnek. És tudjuk ezeket a rémtörténeteket, hogy vannak olyan településeink, ahol bizony ez a, a határ ez nagyon sokszor futott ide-oda, és más-más állampolgárokká váltak az elmúlt száz évben. Nos, ezek az emberek azt gondolom, hogy valóban úgy élhették ezt meg, és joggal élték meg, hogy egyszerűen csak visszakaptak valamit, amit elvett, elvettek tőlük. És ez a, ez a fajta egységes politikai nemzetté válás szempontjából, ez egy rendkívül fontos körülmény volt és döntés volt, ennek az állampolgárságnak a megszerzésének a lehetősége. És látjuk, hogy ezt nem mi gondoltuk innen Magyarországról, hogy ez fontos. A határainkon túl élő magyarok számára, vagy a világ bármely pontján élő magyar számára, hanem az, hogy most már egy millió embernek adhattuk meg a magyar állampolgárságot, ez bizony azt jelzi, hogy nekik tényleg fontos volt ez. Mennyire fog sikerülni Magyarországnak 2018 folyamán egy kicsit átreformálni az Európai Uniót, nem elhagyni, hanem átreformálni? Nem Magyarország fogja valószínűleg átreformálni az Európai hanem Uniót, hanem az a 27 tagállam, hanem, ki... hanem hanem az a, az a, az a néhány száz millió ember, aki az Európai Unió területén él és akik időről időre elmennek és a saját országukban választásokon részt vesznek. Ha megnézzük, hogy ebben az évben az Európai Unió tagországai közül hol voltak választások, és ezeknek a választásoknak az eredményéből mi olvasható ki, akkor látjuk, hogy nem csak a mi olvasatunkban olyan ennek az összefüggése, hogy egyre inkább arról vé mondanak véleményt az európai emberek, hogy ezt a fajta bevándorláspolitikát, ezt a fajta politikát, amelyet folytatnak a kormányaik, ezeket nem támogatják. Valójában ők szeretnének egy olyan Európában, szeretnének olyan Németországban, Franciaországban, Ausztriában országban élni, a, amely megőrzi a hagyományait, megőrzi a, a, kultúráját, megőrzi a nemzeti identitását, és ez az, ami meg fogja változtatni az Európai Uniót, hogy az emberek elmennek és a saját országuk választására Igen, de elfelejtjük lesznek. azt, hogy az Európai Uniónak vannak olyan tagállamai, még akkor is, amikor mi még javába az átkosba értünk, akiknek mindig volt egy kiszolgáló nemzetük. Ausztria, Németország, voltak nekik jugoszláv vendégmunkásaik, török vendégmunkásaik, akiket soha nem integráltak. Lehet, hogy hozzászoktak ehhez. Igen, ez egy, erre mondjuk azt, hogy vannak bevándorló országok, és vannak olyanok, amelyek nem azok, és nem is szeretnének azokká válni. Tehát kétségtelen, hogy vannak Európának olyan országai, olyan történelmi országai, amelyekben bizonyos folyamatok már lezajlottak. Olyanfajta népesség már él jelentős számban ezekben az országokban, amely más, más kultúrájú, esetleg más identitású. Ettől függetlenül épp talán ennek a történelmi következményeknek a, a folyamányaként is az látszik, hogy ezekben az országokban is egyre erősebb az a, az a választói akarat, a, ami arról szól, hogy ennek most már valahol gátat kell vetni. Ezt a folyamatot most már le kellene zárni, meg kellene állítani, és nem, nem azt a politikát kell folytatni, hogy ezt vég nélkül engedni, és hát bedobni a gyeplőt a lovak közé, és majd történik, ami történik, és, és szép szavakkal állítjuk, hogy majd integrálódnak, és, és valójában létrejön itt egy olyan e, működőképes vegyes társadalom, amelyben, amelyben jó életminőséggel lehet élni egyre több olyan ember van ezekben az országban is, látjuk, ugyancsak a választások jelzik vissza, akik azt mondják, hogy ebben mi nem hiszünk. Ez, ez, nem ezt látjuk magunk körül, hogy ez, valójában azt látjuk, hogy párhuzamos társadalmak vannak, azt látjuk, hogy ezek között a párhuzamos társadalmak között komoly konfliktusok keletkeznek, és, és ez nem vezet jóra. Nekem van egy óriási problémám, az pedig a következő. Én ugye csak a a nézőim, akik tudják, lehet, hogy ő nem. Én 1973-ban diszidáltam, mert szerintem az emberi alapjoga a, a, a legfontosabb, az a mozgásszabadság. Tehát hogyha én Londonba akarok tanulni, hogyha én New Yorkba akarok menni, és me megkerestem rá a pénzem, akkor hagyj menjek. Senki nem mondja meg, hogy hova mehetek. Tehát az egész, és nekem ezért nagyon szimpatikus az Európai Unió, és amikor visszatértem Magyarországra, ezért kardoskodtam érte de nekem pont úgy tűnik, hogy megint korlátozza van minden, hisz hogyha beülök adásunk után az autóba, és el akarok jutni a barátaimhoz Ausztriába, akkor valahol ott a határnál lelassítanak, és órákat fogok átsorogni, úgy, mint az átkosba. Most nem útlevélé kell kuncsorognom, hanem rimánkodni, hogy na menjen már az a sor. Tehát, mintha elvesztette volna az alapjait. Rendben vagy a kereskedelem is minden szabad, de hol szabad így az ember? De ugye azt tudjuk, hogy ennek a mostani korlátozásnak, ennek a mostani lelassulásnak a határokon az eredője 2015, a migrációs válságnak az elindulása, akkor, amikor mindenféle feltartóztatás nélkül jöttek be emberek százezrével az Európai Unióba, és előbb-utóbb minden ország, még amelyik egyébként azt mondja, hogy be kell fogadni ezeket az embereket, azt mondta, hogy ez ugye mégiscsak szó, a határon meg kéne kérdezni, hogy hova mész és hogy miért ezelőtt milyen dátumot mondott. Emlékszik még rá, 2015? 15 és most 2017-et írunk. Igen. Két eszteneje az Európai Unió nem tudta megoldani a problémát, hogy milyen embercsoportok útlevéllel, útlevél nélkül, honnét az égből potyognak? Ezek Igen. elindultak valahonnét. Ha minden Európai, Európai Uniós ország úgy védené a határát, ahogy Magyarország teszi, akkor ön, amikor Bécsbe megy, akkor nem kellene lassítani a határon, és nem nézne be senki a, az autójába, és nem kérné el az út De lén. ha elindulok Olaszországba, uh, akkor meg lefelé állítanak. Persze. Meg. Tehát csak a, arról van szó, hogy ha az Európai Unió országai megtennék azt, amit vállaltak az Európai Unió szerződésben, vagy megvédik a határait. Magyarország képviselői e, ami, hányszor kopottak, nincs az értelme Európai az Európai Unió. Schengennek akkor órára. van értelme, hogyha mindenki szépen azt mondja, hogy a határamat azt akkor megvédem, azt engedem be, aki bejöhet, és onnantól kezdve az Európai Unión belül mindenki oda megy, ahova akar. Tehát magyarul Schengen, de amikor a Schengeni határokat Magyarország védi. védi. Magyarország okay. védi. Nyilván Magyarország ott tudja védeni a Schengeni határokat, amelyik az ő határai tartanak. E felelősséget nem tudunk másokért vállalni, látjuk, Tehát hogy ez nem érti meg már, Országban, hogy miért kérdeztem, nem meg Olaszország már, hogy miért kérdeztem azt, hogy az Európa, vagy miért állítottam azt, hogy az Európai Uniónak. A 27 tagállami, már 28-ra nem, le kéne ülni és aktualizálni kéne a szerződéseket, Ugye. és megfelelőnek tenni a 2018 ja. Egy, Egyik lehetőség, hogy aktualizálni, a másik lehetőség, hogy betartani. Mert lehet, hogy csak egyszerűen csak be kellene tartani a jelenleg hatályos szerződéseket és a vállalásokat, ami arról szólnak, hogy a határok határokként működnek. Ugye a határok azok az unión belül idézőjelben szüntek meg, és lettek átjárhatóak, de nem az Európai Unió határai szüntek meg, mert az teljes, teljes abszurditás volna. Tehát a határok a határként működnének, a Schengeni határokat megvedének azok az országok, amelyek, amelyek ott vannak a Schengeni határnál, mint Magyarország, mint Olaszország, vagy éppen Görögország, akkor nyilván továbbra is mi az unión belül szabadon közlekedhetnénk mindenféle akadályozás nélkül, mert hogy ezek az országok, amelyek bejebb vannak a Schengeni határnál, nem kellene azt érezni ők, hogy olyanok is bent vannak az unión belül, akinek esetleg ott nincs joga bent lenni, és ezért van az, hogy a határa mégiscsak megkérdezi az odaérkezőt, hogy de honnan jöttél és mit szeretnél. 2017-ben indították a demokrácia deficit, én ezt a címszót adtam neki Lengyelország ellen, ugyan a miniszterelnököt cseréltek, ön szerint a hetedik cikkeit alkalmazni fogják-e Lengyelországgal szemben? Én bízom benne, hogy ez, nem, ez az eljárás nem fut végig, hiszen abban is biztos akkor vagyok, hogy abban is biztos vagyok, hogy számos uniós ország fogja kifejezni a szolidaritását Lengyelország mellett, és ez már önmagában is. Magyarország biztos. Magyarország már ki is fejezte, ez nem is kérdés, sőt Magyarország mielőtt elindult volna Lengyelország ellen az eljárás, már akkor is. Várható, hogy, hogy Ausztria is értékelni, át fogja értékelni korábbi álláspontját, és azt nem, azt nem, tudom pontosan ebben a kérdésben, mit fog majd az új kancellár állítani, de azt látjuk, hogy, a, hogy az új kormány és az új kancellár másképpen áll. Egyrészt általános politikai kérdésekhez, a migrációhoz és a v országokhoz is. Egy, egy, erős közeledés lesz valószínűleg a visegrádi országok és Ausztria között. Ez azt jelenti, hogy számos kérdésben Ez az szó se lehet. A csatlakozás az azt gondolom, hogy ebből a szempontból nem, nem érdekes kérdés. Sokkal inkább az, hogy lesz egy együttműködés ezek között az országok között, amely együttműködés viszont kihathat arra, hogy az Unión belül milyen döntések születnek, hiszen ha egyre több olyan ország van, visszatérve egy szintén korábbi kérdésre, hogy Magyarország megváltoztatja az uniónak a politikáját, ha egyre több olyan ország van, amely úgy gondolkodik az Unióról, mint Magyarország vagy éppen a, a Visegrádi országok, akkor nyilván ez akár többségbe is kerülhet, vagy legalább olyan súlya lehet az Unión belül, hogy nem lesz érdekes, vagy lehetetlen lesz olyan döntéseket hozni, amelyek a mi álláspontunkkal szembe mennek. Érdekes kérdés a demokrácia, export, import, demokrácia, deficit, autonómia. Katalánoknál 2017-ben az autonómia nagy kérdésé vált. Ön szerint mi lesz ennek a lecsengése? Magyarország ebben a kérdésben nem foglalt egy erős állást, hiszen azt Meg is. Lehet, hogy érdekes. Hogy... Mert hogy azt látjuk, hogy nyilvánvalóan a, a, a katalán fejlemények azok azért sok helyen erős rezonanciát váltanak ki, például Romániában is. Tehát az, azt, látjuk, hogy, Nem véletlenül. azt látjuk, hogy azok a fejlemények, amelyek ugye, Magyarországban, Katalóniában történnek, az nagyon sok romániai politikusban felerősítette azt a fajta érzést, és sokkal inkább a kommunikációjukat abban az irányba, hogy no lám, az autonómiának a következő lépése a kiválás. És amikor az erdélyi magyarok az autonómiáért szólalnak fel, vagy éppen ezért. Nem csak az erdélyi magyarok, a történelmi Magyarország lakói. Akár akkor, De hát az erdélyi magyarokról látjuk, hogy ők valóban tesznek annak de érdekében, bajdaság, és megfogalmazzák és és az, az autonómia törekvésüket, akkor nagyon gyorsan jutnak el román politikusok arra, hogy szembeállítsák mindazt, ami Katalóniában történik, miközben az autonómiának nem kifutása az, hogy el kell szakadni. Az erdélyi magyarok, akik fogalmazzák az autonómia igényüket, ők valóban számos olyan autonómia, Pontot szeretnének elérni, amely az ő életminőséget javítja, a magyarságukat, a magyar identitásukat megőrzi, és alapvetően a, a közösségű lét, létüket megerősíti, és szó nincs arról, hogy valamiféle elszakadási törekvésük volna. Ezért függ össze a Katalónia azzal, hogy mi ebben a kérdésben nyilván óvatos álláspontot képviselünk, mert nem szeretnénk adukat adni, erős, erős érveket adni magyar autonómia törekvésekkel szembeni politikusok. Persze, akkor, amikor autonómiáról és katalóniáról beszélünk, akkor nem tudunk nem beszélni az olasz-osztrák határól, ahol e, német anyanyelvek e, több ezres határmenti városaiban az osztrákok például e, osztrák állampolgárságot szeretnek adni. Hát, Tehát amikor mi autonómiáról beszélünk, akkor általában a déltirolt e, szoktuk példaképpen felhozni, hogy lám van Európában arra példa, hogy ez nem ördögtől való dolog, nem arról szól, hogy ez fajta szeparatista törekvés, hanem egyszerűen csak van egy közösség, egy nemzeti kisebbség, amely, hogyha egy elég nagy tömbben él együtt egy országon belül, akkor ott ez a fajta autonómia törekvés az egy teljesen életszerű, teljesen indokolt és megvalósítható fejlemény, amely reméljük, hogy egyszer majd Erdélyben is létrejöhet. A Brexit mit hozhat Magyarországnak 2018-ra? Nyilván, Jó, a, vagy rossz nyilván a Brexit az inkább kihívásokat jelentett. Az Unió számára is, Britannia számára Mennyire vagy is. Mennyire vagyis számára is. Engedelmével egy kicsit gyorsan. Magyarország, Magyarország mindig, mindig azt mondta a Brexit következtében, hogy a legfontosabb fejlemény, hogy azok a magyarok, akik, akik Nagy-Britanniában élnek, dolgoznak, azoknak a helyzete ne legyen rosszabb, mint addig, ameddig az unió tagja Nagy-Britannia, és látjuk, hogy ennek érdekében a magyar kormány egyébként számos tárgyalást folytatott, és most olyan döntéseket hoz Nagy-Britannia, amely ezt a fajta elvárást teljesíti. Következésképpen sikerül egy olyan helyzetet teremteni, hogy az ott élő magyaroknak a a jogai azok nem csorbulnak, eh, ahhoz képest, mint amikor még, ugye most még igen, de most gondolkodjunk arra, hogy már nagy nem lesz az Unió tagja, tehát amikor a Britannia már nem lesz az Európai Unió tagja, akkor is azokat a jogokat, amelyeket most élveznek, ezeket a jövőben is megtarthatják. Elképzelhető, hogy ilyen küzdelmeket kell majd vívjunk az alakuló osztrák kormányjal is? Az Ausztriában dolgozó magyarok jogaiért? Én, én, azt látom, hogy egyébként ahogy nagy britannia kormányával egy jó viszony Magyarország mindig az Unión belül is. Tehát a nagy britanniának az álláspontja az közel állt a, ahhoz, amit a magyar kormány képvisel az Európai Unióval kapcsolatban. Itt most a kiválásról természetesen nincs szó. És Ausztriának a, az új kormánya, meggyőződésem szerint, hogy amiről már szintén beszéltünk, hogy közel áll számos, számos, kérdésben, nagyon közel áll a magyar kormány álláspontjához. Ilyen értelemben nem gondolom, hogy ezzel a, ezzel a kérdéssel kellene megküzdenünk, tehát ebben egészen biztos, hogy szót fog érteni a két kormány. Az év központi témái voltak Paks, a kínaiakkal kötött egyezmény, Belgrád, Budapest, ami nekem a kedvencem, mert imádok arra utazni, én azt, azt hívom a szabadság útjának ezek központi el 2018-ban is? A PAX az egyértelműen rendkívül fontos kérdés Magyarország számára, hiszen az energia biztonságát szolgálja. Tehát a, amikor arról beszélünk, hogy, hogy Magyarországon a, a paksi fejlesztés gyakorlatilag a megújítás a paksnak, hiszen itt most nem arról van szó, hogy többszörösére változik majd ott a kapacitás, hanem arról van szó, hogy kifutóban vannak a mostani blokkok, és gyakorlatilag, amikor majd az új blokkok ö, működésbe lépnek, akkor egy nagyon rövid ideig lesz egy átfedés ezeknek a működése között, és azt követően az új blokkok fogják ugyanazt az energiamennyiséget előállítani, mint amit most a pillanatnyilag működők. Tehát ilyen értelemben Magyarországnak ö, ugyanazt az energia biztonságát szolgálják ezek a paksi blokkok majd, mint amelyek most, ö, hiszen az elektromos ö, energiának a 40%-át vagy annál is valamivel többet állítják elő a pakson. Ahhoz, hogy Magyarországon a, az energia ára az továbbra is alacsony maradhasson, az, amit a rezsicsökkentés kapcsán elértünk, az megtartható legyen, ahhoz szükséges ez a paksi fejlesztés. A másik, másik beruházás az, az nyilvánvalóan valóban nagyon fontos, Fontos a tekintetben is, hogy zajlik egy nagyon erős kereskedelmi kapcsolat Kína, illetve Ázsia és Magyarország között, Ázsia és Közép-Európa között, és ennek, a, ennek az összekötése a Balkánnal ezen a vasútvonalon történhet. Tehát ilyen értelemben ez Magyarország számára szintén gazdasági, gazdasági szempontokból egy fontos fejlesztés. 2017-ben Magyarország Európában élen járt... Az épített örökségek megmentésében. Úgy a történelmi Magyarország területén, templomok, zsinagógák, mind a magyar fővárosban kiemelném ebből talán fiatalságomnak a legkedvesebb helyét, az ifjúsági parkot, vagy a, a várat. A, igen, a Magyarorsz Hazár... Magyarországon. A... Nagyon-nagyon komoly, komoly fejlesztések történnek annak érdekében, illetve nagyon komoly forrásokat fordít a kormány arra, hogy az az épített örökség, amivel rendelkezünk és amire büszkék vagyunk, amely, amely miatt nagyon-nagyon sok turista érkezik például Budapestre, és amely miatt a világ egyik legszebb helyének gondolják a magyar fővárost. Most nyilván annak, hogy ez így is maradjon, ehhez ezeket az értékeket meg kell őrizni. Ennek az egyik egyik nagyon fontos eleme volt például a várker bazárnak a megújítása, amely az, az előző évtizedekben, hát kétségbejtő állapotban volt már, és gyakorlatilag szégyenfoltja volt a fővárosnak. Ennek a megújítása nagyon fontos, hogy megtörtént. Az is nagyon fontos, hogy egy nagyon nagy élettel telítődött, tehát nem csak egyszerűen szép, hanem, hanem nagyon komoly kulturális életet is bonyolít le. Én annak is örülök, hogy szóvá tette azt, hogy Magyarország a Kárpát-medencei határon túli épített örökség, magyar vonatkozású épített örökségnek a megóvásáért is nagyon sokat tett. Ezért hoztuk létre a rómer frois tervet, amelynek éppen az volt a célja, hogy a kormány minden évben forrás biztosítson annak érdekében, hogy azokon a területeken, egyébként sok esetben olyan területen is, ahol már csak szorványban él a magyarság, nincsenek olyan közösségek, amelyek képesek volnak saját erőből megújítani időnként árpátkori templomokat, óriási értékeket, ezekre legyen forrás, én ennek nagyon örülök, hogy ez, hogy ez évről évre zajlik, és a következő időszakban is ez így lesz. 2018-ban vajon Puskás Imrét újból az épített örökségek megmentésénél fogjuk látni? Nem tudom, én elég régóta úgy, úgy folytatom a politikai tevékenységemet, hogy, hogy mondhatnám azt, hogy példázom azt az állítást, ami a Fideszben úgy szól, hogy nem pozíciót kap valaki, hanem feladatot. Én, én ezt továbbra is azt bízom, abban bízom, hogy feladatot kapok, olyan feladatot kapok, ami, ami a képességeimnek megfelel, és amely nekem is kihívást okoz. Hogyha, hogyha, ez megvalósul majd 18-ban is, akkor én ezt örömmel fogom elfogadni, és bízom benne, hogy tudok jó munkát végezni. Kedves nézőim, az elmúlt fél óra nem volt elegendő arra, hogy kiértékeljük 2017-et, úgyhogy a két ünnep között és januárban folytatjuk. A stúdiónk vendége volt Puskás Imre, a Fidesz szóvívője. Ezzel a beszélgetéssel tulajdonképpen véget ért a Pirkadat a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Most következik a híradó, ne felejtsék el, 5778 rendős múltunk. Biztosíték arra, nem meg az egyéves működésünk is most már nem az 5778-ra kell hivatkozni, hanem amit letettünk az asztalra. Biztosíték arra, hogy mi még az időjárástól is függetlenek vagyunk. Most egy ilyen híradó következik, próbálják jól érezni magukat. Ne felejtsék el, hogy ma péntek van pénteken jön a szombat, meggyújtjuk a gyertyákat, és pihenünk. Arra is emlékezzenek, hogyha a világ zsidósága két pénteket egymás után megtart, akkor talán eljön a messiás is. Próbálják ki. Köszönöm, hogy minket választottak. Köszönöm.